Nem az iskola hiányzik, hanem a barátaim. Sági Eszter második osztályos a Ranolder iskolában. Természetesen szülei segítségével és testvére társaságában tanul otthon, édesanyja tartja a kapcsolatot a pedagógusokkal. A család számára az a nagy kihívás, hogy Eszter figyelmét ne vonja el semmi, hiszen karnyújtásnyira vannak a játékai, a televízió vagy a táblagép. Ságiék úgy látják, a távoktatás nagy erőfeszítést igényel mind a pedagógus, mind a szülők részéről. Próbálunk felépíteni egy olyan rendszert, amiben a gyerek eddig is benne volt, ahogy tanult. Ugye reggel fel kell kelni időben, reggel kezdődik az iskola, az oktatás, kvázi nálunk is, mondjuk egy olyan 9 órától, és 9-től délig folyamatosan tanulás van. Nagyon fontos, hogy ezt mindig próbáljuk tartani, hogy 9-től délig tanulás van. Egy online konferenciákhoz kifejlesztett program segítségével zajlik nyelvtanúra. Galát Flóra a Gyenesdiási Kárpáti iskola 6. tanulója. Matematikából a tengelyes tükrözés, történelemből pedig a 3 részre szakadt Magyarország most a tananyag. Pénteken már témazárót írnak természetismeretből, a vizek és vízpartok élő világáról. Ezt egy feladatlap készítő alkalmazással fogják majd megtenni. Flóra szerint előnye és hátránya is van a távoktatásnak. Azért jó itthon tanulni, mert nem kell korán kelni, és kényelmesebb is. Hátránya, hogy nem találkozhatok az osztálytársaimmal és a tanáraimmal. A matekot kicsit nehezebben tanulom itthon. A magyart könnyű, mert videokonferencia segítségével tanítja nekünk a tanár. Németh Kitti szintén 6. osztályos, az EGRI iskola tanulója. A kréta rendszer segítségével kapja meg tanáraitól a feladatokat. Matematikából most a 100% számítással kell foglalkoznia, míg angol nyelvből fogalmazást kell írnia 2 igeidő használatával. Kitti azt mondja, hogy a tanárok a világhálón és telefonon keresztül küldik a házi feladatokat és az anyagokat. Ami a legjobb és amit élvezek nagyon, hogy beosztatom az időmet, akkor csinálom meg a házit, amikor szeretném, meg az anyagokat. És a tanárokhoz is bármikor fordulhatok, hogy segítsenek, és a szüleim is szívesen segítenek. És amire nagyon kell figyelni, hogy határidőre pontosan be kell küldeni a megoldásokat. Biztosan a kis unokám lehet. Gyere be, Piroska! Videóhívás segítségével mesél óvodásainak Koronc Katalin. A cserszegtomai óvónő az áprilisi tréfa jegyében még jelmezbe is öltözött, hogy elmesélje a piroska és a farkast. Azt mondja, az éves tervnek megfelelően eljutatják az óvodai foglalkozás anyagát a szülőkön keresztül a gyerekeknek. Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekekkel továbbra is tartsuk a kapcsolatot, akár online, írásban, vagy akár Skype-on megtalálhatjuk egymást, és nagyon-nagyon örülünk egymásnak. Ezt a videót azért küldjük el, mert ne unatkozz. Meghiányzol. Az óvodások is küldenek videókat. A köszönet nyilvánítás mellett megmutatják, mit rajzoltak, ügyeskedtek, vagy milyen éneket tanultak meg. Az óvoda pedagógus hozzátette, sok feladat hárul a szülőre a jelen helyzetben.